Egyébként szerintem megtaláltam a legjobb kommentet a Veszprém meccs kapcsán. Nilsson hány hamburger tehet egy nap? És egyébként én is ezen gondolkoztam minden tisztelettel, hogy milyen jó étvágya lehet, nem? Hát. És Moraes? Szerintem ő is megeszik annyit. De hogy más alkatok. Igen. Érdekes. Máshova ment fel Moraes, én úgy látom, hogy nála vára és bicepsre ment. Na kezdjünk bele, Veszprém, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, látszik rajtunk. Egyébként egy tényleg meg vagyok, de én is. Egy belülről totál. Egyrészt nekünk jó lett volna, mert lett volna még témánk ugye a Final Four kapcsán is magyar érdekeltségben, másrésztről pedig azért voltak a meccsnek a pillanatai, amikor azt hihettük, hogy ez, ahogy Nagy Laci mondta, hogy meg lehet, meg lesz. De hogy miért nem lett meg az, arról egy hosszabb eszét írt Egri Viktor? Miért nem lett meg? Hát miért nem lett meg? Végülis apróságokon múlik, tehát egy-két dolog, ha máshogy alakul, akkor meg lehetett volna. Csak szerintem, hogyha a két meccset egyben nézzük, ugye a veszprémi játékosok is, a vezetőség is, meg Davis is arra hivatkozott, hogy nem a második meccsen múlt. Tényleg nem azon, ha úgy vesszük, hanem a kettőn együtt. És a két meccsen szerintem jobb volt a Nant. Tehát ezen nagyon nehéz vitatkozni, már pedig a jobb csapat nyer, akkor és jut tovább, akkor ez van. Meg nekem az volt a megérzésem, hogy az edzőjük is valahogy jobban tudott hozzáadni, főleg én a fél idők, a második fél idő elejét éreztem hát minden, úgy, hogy... Tehát most Nantban, hogy is volt, az eleje még viszonylag szoros volt szerintem. Uh-huh. Második fél idő eleje nagyon vastagon a Nanté volt, itt az első fél idő elején elhúztak, a második fél idő elején volt egy 4-0-ás szériájuk, tehát három fél időben a négyből bent ragadt az öltözőben a Veszprém, vagy sokkal jobban teljesített a Nant. Ennek biztos, hogy van oka. És a speaker a Sportegyen, ahogy mondta, hogy a flow, amiben benne vannak, remélő ugye mondta, hogy benne is maradnak, hogy pont, hogy kizökkentek inkább belőle, és ilyenkor ugye én nem szeretek edzőkre mutogatni, mert ez egy nyilván csapatjáték, és nem ő van a pályán, de azért az furcsa, hogy pont a második fél idő elején, amikor úgymond megkapják, gondolom, az öltözőben az instrukciókat, pont akkor nem látunk tőlük igazán formabontót. Jó, most ezt lehet mondani, hogy a fél időket rosszul kezdi ezek szerint a Veszprém. Ez egy negatívum. Viszont akkor tegyük hozzá, hogy egy másik aspektusból, meg a fél idő közepén meg tud váltani. Tehát most akkor a Nanti második fél időben is utána jött egy jobb szakasz, itt is a második fél időben jött egy jobb szakasz, a közepén meg az elsőben is sikerült váltani. Tehát akkor ezek szerintem kiegyenlítik egymást, szerintem a nagy probléma az a Money Time-ban volt a mérkőzés végén. Hát pont ezt akartam mondani. Ott azzal az időkéréssel, amiről ugye mindenki beszél, hát először mondjuk a szívemhez kaptam, mert én nem emlékeztem rá így, hogy, igen, hogy ez már a harmadik időkérés. Igen, ott a második fél idő legelején ki kellett kérnie az igen. Időt. Mert hogyha ugye második lett volna a 25-08-nál vagy 06-nál, akkor az még ijesztőbb, hogy egy bent ragad. De hát látjuk, hogy rögtön felmerült ott is, hogy most ez kinek kéri ezt az időt az edző, a saját csapatának vagy az ellenfélnek, és kiderült, hogy az ellenfélnek. Amely már nem tudott, nem tudom hány perce gólt lenni, totál állt a támadójáték, és akkor Entre Rios azt mondta, hogy jó, akkor 7-6. Ennél az időkérésnél mondhatta azt. Igen. 31-28-ra állt a meccs, tehát egy gól kellett a Veszprémnek ahhoz, hogy az ellenkezőjét elérje, mint amit kint Nantban, tehát teljesen meccs null legyen. És ugye a kezében volt a labda. Tehát itt szerintem nyugodtan lehetett volna adni, és nem ez a baj, mert hogyha valami olyat mondott volna Davis, ami a hajrára tartalékolt valami nagy durranás, de annyit mondott, hogy most már 5 góllal kell nyerni, és menjünk direkt ebben a kapura. Tehát ennyi volt, amit mondott a csapatnak. Ezért elpazarolni az időkérést akkor, amikor olyan a végjáték, hogy azt lehetett gondolni, hogy lehet, hogy az utolsó támadásnál lenne szükség erre, akkor ez szerintem egy totális felelőtlenség. De akkor miért csinálta? Szerintem nem volt ott fejben. Tehát én azt láttam, hogy 51 valamennyire, 51-20 körül Markussen lőtte egy gólt. És akkor Davis annyira ünnepelt. Igen, egyébként volt egy ilyen bevágás, kép, bizony, ezt én is megfigyeltem. Szerintem egy edző nem ünnepelhet így, amikor még 30-27-re alakult egyébként össze az állás. Érdekes, hogy neked ezt sugallta, nekem meg azt sugallta, hogy valamit most érez ez az ember, ez hát az jó, edző, érez, és hogy hú. Érez, de nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ilyenkor egy edző nem viselkedhet így, ez nem az a gól volt, amivel garantáltá vált a lehet, továbbítás. Lehet, hogy kitalált játék volt, amit sikerült ott valamiért akkor öröm volt az arcán, igen, lehet, biztos hogy az volt, de totálisan kizökkent szerintem, tehát ez
Utána a Nenadics is kizökkent, ugye ő meg hisztizve vonult hát le a pályáról. Az az igazság, hogy 31-28-nál ott megállt az eredmény. Tehát ott nagyon sokáig állt, és hát volt egy Markus elő, és minősíthetetlen, aztán Jahiáé, katasztrófa, és utána volt Nenadicsnak az az ígyszere, és azt nem láttuk ismétel, vagy ott lökték-e, meg utána sem láttuk a túloldalon, amire gólt lőttek, hogy ott hanyatt esett Nilsson. Tehát ott volt két olyan ítélet, ami meghatározó hát volt. Ugye még egyszer, és én azt láttam, hogy a Gurbindó, amikor elindult Nenadics a hatos vonallal párhuzamosan a labda irányába, a jobblövő irányába, akkor egy picit megfogta. De ez már a labda megfogásában és a lövésben nem befolyásolta Nenadicsot. Tehát én nem hiszem, hogy ott ítélni kellett volna. Minden esetre ez a két jelenet meghatározó volt. Szerintem, hogyha ott négy gól a különbség, akkor ez a meccség valóságra meg is lett volna. Hogy a német játékvezetők úgy általában nem tesznek jót a Veszprémnek. El lehet így általánosítani? Én úgy gondolom, hogy olyan bírókat kapott a Veszprém erre a meccsre, mint ahogy egyébként 2018-ban az Kern ellenire, ahol francia játékvezetők voltak, akik próbálnak mindig egált fújni. Hát nem mindenkiről mondható ez el, például ugye Viktor készített korábban egy statisztikát a macedón párosról, akik ugye vezették a Nanti mérkőzést, és elenyésző azoknak a meccseknek a száma, amikor az idegenben játszó csapat nyer az ő mérkőzéseiken, és különösen annak tükrében, hogy Lazarov egy legenda Macedóniában, és ott neki állhatott velük vitatkozni, érdekes volt őket küldeni arra a meccsre. Nem volt olyan óriási nyomás szerintem a Veszprémen, de azért néhány ítéletben ott tükröződött. Bár a Lazarovnál nekem azt tetszett, hogy tökösen kiállt pont a játékvezető, tehát nem ült fel annak, hogy most honfitás. Igen, de egy ilyen reklamálás miatt lehet, hogy valakit még két percre ez megfigyelhető egyébként a Kiel Paris Saint-Germain meccsen, ott meg horvát bírók voltak, és a Duvnyák reklamálhatott erőteljesebben, mint bárki más véletlenül. De nagyon nehéz lenne ezeket kiszűrni. Egy ilyen nehéz meccsen, mint a Barca. Ja, jól teljesített, bocsánat. Hát ez az egyetlen páros, amelyik helyt állt. Tehát de még akkor a hajrában, ami még történt, Morászt itt most nem tudom, hogy benne lesz a végleges verzióban, hogy itt vicceskedtünk, hogy Nilsson mennyi hamburger tehet, és hogy Morász is nyilván ugyanannyi, csak máshova megy fel rá. Tehát, hogy Morász iszonyat jól játszott, 6 lövésből 5 gól ez a statisztikája, és ugye az utolsó kettő találat azt hiszem, hogy talán az övé volt, 31-28-ra biztosan ő alakította az állást, és ott le kellett cserélni. Kettőt lőtt egymás után, igen. Így van, és 3 támadás volt. Igen. Amikor beleütközött Nilsson sípcsontjába. Így van, és utána jött Nilsson. És Nilsson helyéről lőtték a gólt, amiről azt mondott, hogy nem lehet tudni, hogy szabályosan takarították el. Nilsson helyéről szerezték a 7 méterest, amit egyébként Corrales kivédett, de ugye úgy helyezkedett az ellenfél beállója, hogy ővé lett a kipattanó. Nilssonnak 2 bejátszás ment, és egyiket se tudta megfogni. Ennyit a hamburgerről. És Nilsson a második félidőben, én ilyenre nem emlékszem, volt, hogy védő specialista volt. Tehát, hogy csak védekezésben volt pályán. Így van. Szokatlan. Szokatlan. Egyébként a védekezés, én szerintem most voltak olyan szakaszai a meccsnek, amikor azt mondhatjuk, hogy az idénybeli talán legjobb veszprémi védekezés volt. Pont ahogy mondtad, hogy sikerült megfogni a Nantot, Ligetvári nagyon nagy szerepet nagyon játszott ebben. Szerintem Lagotinsek is jól védekezett. Azért, de nem hiányzott. Hát Ligetvári teljesítménye miatt nem. Ott egyezésekben lehetett megverni Ligetvárit is adott esetben, de szenzációsan blokkolt, jól olvasta a játékot. Na beszéljünk erről a Lagotinsek jelenségről, mert ez tényleg egy jelenség. Hát szerintem az, mert hogy nagyon gyakran. Időjárási? Nagyon gyakran nézik őt ki, úgymond erről sokat beszéltünk a játékvezetők, úgymond utaznak rá, aztán most egy kicsit, ez lehet, hogy kicsit lecsillapodott, talán ebben az évben nem tudom, most viszont pont egy nagyon rossz szituációba jött elő, a rosszabbik énje, és... De szerintem nem befolyásolta igazán most ez a Veszprém teljesítményét, tehát a védekezés működött, kiderült, hogy működik hát nélkül. Hát én szerintem olyan szempontból befolyásolta, hogy azért a Ligetvári szerepe, szerintem azért az, inkább nekem úgy tűnt, hogy lehetne sokkal nagyobb az alapján, a teljesítmény alapján, amit láttunk tőle. Tehát, hogy lehet, hogy őt is lehetne annyira erőltetni, mint építik szerintem Ligetvárit. Uh-huh. Tehát az látszik, hogy belőle szeretnének hosszú távon egy nagyon erőteljes védőspecialistát, aki akár ugye Blagotinseket kiválthatja hosszabb távon, ha esetleg nem itt folytatná egy idő után a szlovén játékos. De hát a válogatottnak is hasznára lehet egy ilyen védőspecialista, mert szerintem valamivel finomabb, mint Sipos Adrián, bár
ugye a védő specialistáknak nem elsősorban a simogatás a feladatuk, de tényleg benne van az, hogy... Meg ő olyan jó arcot tud vágni, hogy nem is hiszed el, hogy ő bármi rosszat tett, tehát őnek egy ilyen kedvesebb kisugárzása van. Arról nem beszélve, hogy néha blokkokban is zseniális. Igen, igen. Tehát őneki azért szerintem ez jól fog állni ez a szerep, de akkor legyen igazad, építsék őt be jobban, én meg akkor ezt követelem. Igen, nagyon jó követelés. Nos, mi legyen David Davis-szel? Most nem csak titeket kérdezlek, hanem szerintem most gondolkodnak a Veszprém vezetőségében is. Mert hát nagyon önkritikus volt ez a nyilatkozat a végén, hogy tudjuk, hogy nem sikerült teljesíteni a célkitűzést, és nem tudom. Tehát, azért ennél önkritikusabb lett volna, ha azt mondja, hogy nem kellett volna időt kérnem ott. De lehet, hogy még ott sem volt magánál, annál az interjúnál. Akkor több eszámban fogalmazott, tehát a teljes felelősségvállalás az lett de volna. Ennél sokkal összetettebb szerintem a kérdés, az időkérés meghatározó volt, de hogyha a mérkőzés elejét vesszük, meg ugye egyáltalán a párharc nagy részét, sokkal tudatosabbnak éreztem a NANT játékát sok na, esetben. Na, hát tessék. Na most ez nem... Tehát azért mondom, hogy kiragadtad az időkérést, csak hogy ennél összetettebb a de probléma. De ez egy teljes edzői felelősség, hogy láttunk egy jól működő csapatot, felépített stratégiával. Mondok még egyet, amikor nagyon jól ment a védekezés a Veszprémnek, és nem kapott sokáig gólt, az részben azért volt, mert a kulcsjátékosait a hajrára pihentette Alberto Entrerios. Tehát igen, az első számú, visszajött, akkor első azért... számú irányítóját, aki ezen a meccsen jobban játszott, az első számú beállóját pihentette, abszolút tudatosan, az első számú ballövőjét pihentette. És ugye a Lazaro fönt maradt a végéig, de Gurbindó sem volt fönt, ugye, aki igen. Alapvetően első számú tehát, hogy posztja. Itt azt lehetett látni, hogy egy felépített, tudatos, nem csak stratégia és taktikai elemek voltak, hanem csere taktika is, ami látták, hogy most jól állunk, van egy pici előnyünk összesítésben, ebből nem baj, hogyha az ellenfél visszajön, mert a hajrában nekünk megint jöhetnek majd a friss, legjobb embereink. Na most ugyanezt nem láttam a Veszprémnél, persze nyilván Lékai sérülése sok mindent befolyásolt, mert így Nenadicsot halára kellett hajtani. Egyébként a Handball Planeten írtak egy cikket erről, hogy a Veszprém már soha nem nyeri meg a Bajnokok Ligáját kérdéssel, és az egyik ilyen elem az pont Nenadics személye, amiről itt beszéltünk. Te írtad a cikket? Nem én írtam. De egyet értettek amúgy veled, érdekes, ugye több fórumon is megjelent ez a kis eszmefuttatásod, és alapvetően senki nem állt olyan szinten Nenadics védelmére, hogy ugyan volt, aki leírta, hogy ő egy zseni, csak pont ebből adódóan sokszor többet árt, mint használ, ugye mi is ez ezt feltegettük. Ez a baj, az első számú opció, már pedig egy ilyen játékos nagyon nehezen viseli el, ha nem ő az első számú. Tehát egy ilyen játékos nem tudsz a padra ültetni nyugodtan, és azt mondani neki, hogy te 10 percet fogsz játszani, és akkor kell majd megmutatnod, hanem látjuk, hogy minden súly szinte rá van helyezve. Szerintem és... inkább ez a baj, amit mondta, a Nánnál van egy csapat, ahol mindenki hozzátesz, itt pedig, ahogy mondtad, egyéni teljesítmények függvénye, hogy jól látszunk, jól jövünk ki belőle, ugye ugyanezt fejtegették a Borsos Atiék is, hogy ha az egyik BL Final Four-t nézzük, ott jól jöttünk kiből, ha a másikat pont miatt a rosszul. Hozzáteszem egyébként, még ez is elhangzott a közvetítésben talán a Pásztor Pistától, hogy most akkor lehet, hogy ő épp jelen pillanatban a világ legjobb játékosa, vagy valami hasonló. Na jó, de a játékos, abban a szituban. Igen. A játékos az egy egyén, és ezt a sportágot meg csapatok játsszák. Igen. Ez a Nenadics pedencia, így szokták ugye a nemzetközi sajtóban, hogyha van egy játékos a futballban elsősorban, akitől nagyon függ a csapat, akkor ezt így szokták, hogy a nevét és a pedenciát összeolvasztják, ezt csináltam én is. Ez a csapat, ez teljesen ilyen. Azt akartam már kétszer is elmondani, hogy ha valaki nekünk nem fogadná, vagy tőlünk nem fogadná ezt el, vagy nem hiszi, Tomo Brennegan írt egy tweetet a Twitteren a mérkőzés alatt, ő ugye az EHF hivatalos kommentátora, és azt írta, hogy ha Nenadics teljesít, akkor a Veszprém teljesít. Tehát, hogy tökéletesen így látja más is. És nagyon érdekes volt, mert Nagy Laci bent volt a harmadik félidőben, és ott beszélt arról ugye, hogy a lövőknek mennyire nem ment az első meccsen. Összesen 4 gólt szerzett Yahia és Borozán, és ezt tették 13 kísérletből. Most én megnéztem, hogy a 4 góljukból 3-at az első 9 percben szereztek, amikor Lékai irányított. És ez nem véletlen, ugyanis Nenadics nem tud előkészíteni a lövőknek. Egyféle előkészítést ismer a lövőknek, amit most is láttunk, volt egy gólja belőle Borozánnak, amikor ilyen 80-as évek stílusban befarol a 3-as védők elé zárni, tehát nem keresztekkel
hozza helyzetbe a lövőt, hanem be farol zárni, ami mögül most már nagyon gyakran, nagyon könnyen kilépnek egyébként a védők. És pont ez volt az első meccsen, hogy ezért nem lőttek gólokat, mert nem tudtak falt nélkül lőni, mert mindig odaértek, mert Nenadić vagy kettő-kettőzik a beállóval, és zicsert csinál a beállónak, vagy maga megy be. Még egy lehetőség van, hogyha nagyon összehúzza, emberelőnyben játszik, akkor valamelyik szélsőnek kiteszi, de akkor is vonal mellett játszónak zicserbe. És ezek a nagy testű lövők, a Borozán, Markussen, ezek csak tökéletes előkészítésből tudnak gólt lőni. Tehát ők nem tudnak cselezni egy az egybe, alkatilag ilyenek. Mondjuk most viszonylag sok gól született kintről, szerintem. Tehát Yahia, pont azt néztem az elején. Főleg az elején. Hát az elején nem, a Yahiától. Tehát ott Borozántól volt egy-kettő, Markussen jól szállt, de Yahiának az elején volt, aki a labda csapdák, hogy fújj. Mindig, amikor ő került olyan szituáció, hogy döntenie kellett, beálltak a passába, tehát ott állandó zavar keletkezett. Aztán egyszer csak jött egy áttörést hozó gól, de... És akkor elkezdett ő is. És akkor elkezdett, igen, de pont azon gondolkodtam, hogy a Veszprém például nem tudott volna meglepetést okozni bármivel, mert nem sikerült neki. Mint ahogy a PSG, ugye azzal, hogy Hansent jegelték, és olyan játszó ember lett a mezőny legjobbja. Tehát, hogy nem volt ilyen. Tehát Máét például nem kellett volna esetleg megnézni belül. Igen, ez egy nagy kérdés, hogy most akkor eldöntöttek, hogy Máé a harmadik számú balszélső, és nem a harmadik számú irányító. Nagyon úgy tűnt. Mert ugye ebben a helyzetben, hogy Lékai megsérült, logikus lett volna legalább egy picit Nenadićot mindenképpen rá akarják helyezni a súlyt, a hajrá előtt pihentetni. De csomó mindent én nem értek. Tehát mi az Istenek igazolták le ezt a Makédát például? Gyakorlatilag azon kívül, hogy tapsol. Én valakinek írtam, bevallom őszintén egy ilyet, hogy mennyit fizetnek az, hogy valaki tapsol, meg kiabál a kispadon, mert ezért kapott ugye egy lakot. Erről szívesen beszélnek. Lehet, hogy kisarkítottam ezt, de hogy ő például egy ilyen fürge játékos, hát láthattuk, hogy Szegeden gyakorlatilag repült a levegőben, a gólokat szerzett Kanyász különböző remek passzai után, hogy ámultunk, bámultunk, és nem hiszem, hogy rosszabb játékos lett attól, hogy gondolom több pénzért oda ment, mert nyilván ő azért úgy ment el Szegedre, hogy még maradhatod volna. Na, játékos politika, amióta David Davis az edző, azóta csak olyan mezőnyjátékost szerződtetett a Veszprém, akivel Davis vagy együtt játszott még, vagy pedig valahol korábban a tanítványa volt, mondjuk ezen csapatoknak a száma, ugye, ahol ő edzősködött, ez elég szűk, mert a Várdár ilyen meg az egyiptomi válogatott, ugye Yahiával az egyiptomi válogatottnál dolgozott, Moraes-szel, Siskárjovval, Borozánnal, Makédával a Várdárnál, és van egy, Markussen, akivel meg együtt játszott a Ciudad Realban, Atlético Madridban. És most, ha ezt vesszük, akkor nagyon szűk most már a merítési lehetőség. Ki tud igazolni? Tehát most már... nézd, hogy van-e még szabad préda? Hát most vannak az egyiptomi válogatott játékosok, tehát nyilván őket ismeri Davis. Aztán ugye vannak a portóiak, mert hogy a 2013-ban még pár meccset játszott a Portóban Davis a pályafutása végén. Ugye Miguel Martins például ez alapján szerződtethette volna a Veszprém is. És mondjuk Salinát, João Ferrast is oda vihetnék, ilyen portugál válogatott játékosokat, és hát most már nem tudom, Csellman is abba hagyja, tehát most már a volt játékos... Ne, Csellman nem akarja abba hagyni, Csellmanra lecsaphat, úgy látom. Akkor Csellman. Az gyönyörű lesz, nem gyerekek, most ezt így... Úgyis Viktor hiányolta, hogy nincs olyan szélső a Veszprémben, aki képes aki kettes védekezni, és igen, ez... még hármast is tud. Szóval, de egyébként ez valamit megmutat a Davis karakteréből. Tehát Davis nagyon-nagyon ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, például ezek szerint emberekhez is, nem nagyon szereti az újat. Szerintem egy picit ez az emberelőny, vagy emberhátrányos játék is ennek a hozadéka, hogy még játékosként ezt szokta meg, hogy ugye kapussal támadtak akkor a csapatok emberhátrányban, de mondjuk, hogy emellett döntött, ahhoz kellett az előző Final Four-nak az elődöntője, ez a Kiel Veszprém, ahol 24-28-as állásnál, amikor a Veszprém 28-24-re vezetett, akkor volt egy emberhátránya a csapatnak, amiben Lékai kettő labdát eladott, és három gólt szerzett akkor a Kiel emberelőnyből, és onnan lett szoros a meccs. És szerintem akkor fogalmazódott meg benne, hogy azért a régi értékek mellett teszem le a voksom. És azóta megy ez, hogy kapust fent hagyva támadnak öt mezőnyjátékossal. Most megnéztem, ugye ígértem, hogy egyszer majd talán utána nézek statisztikailag annak, hogy ennek lehet-e racionális oka. A negyeddöntő meccseknél, az oda- és visszavágóknál
megnéztem, és egy táblázatban össze is gyűjtöttem, hogy mik voltak az eredmények. A Veszprém emberhátrányból 3 gólt szerzett és 7-et kapott a két meccsen, 10 perc alatt kapussal. Az ellenfelek, vagyis az összes többi csapat 36 gólt lőtt, 50-et kapott kapus nélkül, tehát 6 mezőnyjátékossal támadva. Direkt csak azt számoltam, amikor szimpla emberelőny, emberhátrány van. És ezt most kivetítettem egy teljes meccset, tehát hogyha 60 percig játszana így egy csapat, akkor mi lenne az eredmény? És ezek alapján kapus nélkül, tehát hogy a többiek játszanak, 22,5 lőtt gól jön ki, és 31,3 kapott gól. Ahogy a Veszprém játszott, ugye ez a baj, hogy itt viszonylag kicsi a merítés, mert itt 10 perc, a másiknál 95-nél is több perc volt, de 10 perc alatt 18 lőtt gól és 42 kapott. Tehát azt lehetett sejteni, hogy a lőtt gólok száma kevesebb lesz, akkor, hogyha kevesebb játékossal támadsz. De a Veszprémnél a kapott gólok száma is lényegesen, sőt az a lényegesen magasabb ebben a mostaniban, aminek az lehet az oka, amit egyszer már itt kiemeltem, hogy az az 5 mezőnyjátékos, aki fennmarad, az sem tud csere nélkül védekezni. Tehát legalább 3 olyan van, aki csak a szélen tud közülük védekezni, már pedig a pályának 2 széle van. Úgyhogy ez alapján, statisztika alapján, hogy ehhez ragaszkodott Davis, ez is gólokat jelentett, vagy hát 10 perc alapján mondjuk egy gólt az ellenfélnek. Majd azért számoljatok létszi utána, és szóljatok, ha valamit elszámolt Viktor, most Krisztián szerintem ezt nem tudja sem megerősíteni, sem cáfolni, de hiszünk neked, nem azért. Nem, de azt, hát nem azért. Csak több szemtöbbet látod. Nagy László ugye azt is mondta a harmadik félidőben, senki ellen nem szabad ennyi gólt kapni, mint a Nanti mérkőzésen, de most oda-vissza sikerült. Tehát ez is mégiscsak valamit elmárul. Hát ott egyedül a Borsos volt józan egyébként abban a műsorban, mert a Lacikától ez a 35-65 azért az egy kicsit ilyen kincstári optimizmusnak tűnt. Ugye azt mondta, hogy annyi esélyt ad itthon a Veszprémnek. Mármint 65-öt. 65-öt, és azért ott az Attila mondta, hogy ő meg 55-öt ad a Nánnak, és 45-öt. Nem, a Veszprémnek adott 55-öt, de mindegy. Igen? Igen, igen, de mindegy, mert az nagyon-nagyon egálszagú volt. Uh-huh. Viszont még egy gondolat eszembe jutott, a hajrával kapcsolatban, és nem pont ide függ, most így emelgetted ezeket az üres kapus szituációkat. Hányszor hallottuk, ugye kevésbé láttuk az ellenfél kapuját, hogy még mindig üres a kapu, még mindig üres a kapu, és amikor gyors gólokat kell lőni, mert hátrányban vagy összesítésben, akkor nem nézel kapura. Tehát az is értem. Az nagyon ciki volt. Nem vették észre, hogy az nagyon ciki volt. Felvitele és gólja. Így van, így van. De volt még egy olyan helyzet, amikor nála volt a labda, és nagyon sokáig üres volt a kapu, de én úgy vettem észre, hogy amikor a kapu üres, akkor is elég hamar visszaértek a magas. A hármasok, hát igen, de volt olyan, én azt láttam az utolsó labdaeladásnál, amikor aztán végképp eldőlt minden, amikor Nilssonnak próbálták bejátszani a labdát, hogy ott még sehol nem volt Nilsson, ott sehol. Be lehetett volna ívelni azt a igen. labdát simán. Lehet. Még egy volt feltűnő, az a másik edző, Alberto Entrerios 47 másodperccel a vége előtt időt kért olyan helyzetben, amikor a Veszprémnek a következő szakaszt 3 góllal kellett volna megnyernie 47 másodperc alatt. És akkor ehhez hasonlítanám Davisnek ezt az önfelett örömét 30-27-nél, hogy 47 másodperccel a vége előtt egy mosoly nem volt, nem, és mindenki hót komolyan vette a feladatát, mert egy pici esélyt sem akartak, és csak ez a koncentráltság volt, nagyon, így volt érezhető. Tehát ez egy akkora különbség szerintem. Igen. Most az edző felelősségéről beszéltünk, de nektek összességében tetszik ez a keret? Mindenki, akkor mondom, hogy a kommentelőknek utána néztem, most már nem ezután a meccs után, alapvetően azt írták, hogy kiöregedő keret, ilyen még nyugdíjas jelszavakat is, vagy szavakat is használtak, amivel nyilván azért nem feltétlenül értek egyet, és hogy alapvetően lassulom, ha ilyen jelzők... Nekem tudjátok, hogy hol volt hiányérzetem? Én gondolkodtam a két mérkőzést látva, különösen védekezésben, de támadásban is, hogy a vezér, tehát a jó, nem Nenadić típusú vezérre gondolok, aki vagy igen, vagy nem. Aki saját magát vezeti. Nem feltétlenül, most nem. Hát szerintem magával nem, tudja rántani a többieket, igen, a Nenadić. De az, hogy itt tényleg mennek utána a többiek, és védekezésben is van egy agy, akihez lehet igazodni. Hát szerintem Ligetvári lehet ez. Tehát ő még nagyon fiatal, ebben a keretben különösen fiatal, mert ez egy 30. De látod benne Nagy Lacit, mondjuk védekezésben? Hogy egy ilyet... Azt látom, hogy nagyon jó, és hogyha a többieknek nem tudom, milyen típusú ember. Tehát mondjuk ez
tényleg attól függ, hogy milyen típusú ember, úgyhogy akkor abba is hagytam az okfejtést. Szerintem most bocsánat, és nem akarom megbántani a Patrikot, elmondtam róla jól, de szerintem inkább egy zongoracipelő típus, tehát ő egy olyan, aki iszonyatosan hasznos tud lenni a csapatba, de nem gondolom, hogy a dominás, ne legyen igazam. Ki az, aki beszél a többiekkel, erre kell gondolni. Amúgy, ha már így kérdezed, nálam a vezér. Hát akkor nálam ő a védelem vezére. De nem a védelem vezére, hanem alapvetően a csapatban, ha vezérbikát kell kiemelni, akkor szerintem a Máté az, aki nyilván nem védekezésre. Igen, hát ez is egy probléma. A másik probléma tényleg az, hogy nem modern típusú átlövők alkotják. Például a két bal átlövő, aki most volt a Borazán Markusen, ők nem modern bal átlövők, mert egy csomószor, ha megnézzük, hogy ebben a BL negyeddöntőben milyen lövők játszottak, akkor alacsonyabb, de fürgébb, jobban cselező, és több technikai megoldásra képes játékosokkal lövők. Nem azok, akik csak elő kell készíteni nekik, aztán 11-ről bezúzzák izomból. Tehát lehet, hogy ez is egy hátránya a csapatnak, hogy ilyen típusú játékosai vannak. Lauge ezen tudott volna segíteni szerintem, meg Szita Zoltán is hát az... tudna, majd de látod, hogy segít a Szegeden. Nem akarta Davis, tehát... Viszont én azt néztem, hogy irányítóban is azért többnyire egy zsebcirkáló mindenhol van, akinek ott ki lehet alakítani a nagy területeket, hogy egy-egyezzen, vagy előkészítsen. Hát ott lenne Maillé, igen, mert ugye Lékai, azt mondom, a kettő között van, mert mint alkatilag inkább. De... Na jó, de ő is az a játékos már, mint Máté, aki sokkal inkább látja a csapatot, mint saját magát. Így egy csomószor. Én nekem Nenadicsal az a bajom, hogy olyan irányító, aki tényleg zseniális, tehát amit csinál, abban nagyon jó, csak egy csomó dolgot nem csinál, mert szerintem az első három gondolat a saját maga, és csak a negyedik van. Jó, de hogyha megnézed, most tényleg Máténak is voltak itt labdaeladásai, hogy hasonló hiba százalék volt, én azt gondolom kettejüknél, és Nenadics most ezen a mérkőzésen egy csomót hozzátett. Tehát igen. Én értem, ez a habitus, ez abszolút így van, ahogy mondod, csak hogy néha, tehát hogy kihegyezzük rá. Hát kíváncsi vagyok. Hát hogy... szerintem, ha megkérdezted a keretet, a kapusposztokba nem lehet belekötni. Tehát nem, de most nem jött az egyébként, amiről beszéltünk, igen. És hogy Korále sem fog tudni olyan zicser áradatot védeni, mint az előző mérkőzésen. Bár hozzáteszem, a Nantnál is pont ki is emelte az edzők, hogy nem a kapusokon múlt ezeket támadásban. Nem, mert Nielsen sem volt. Nielsen az elején fogott egyből kettőt, hármat. Ugye hozzáteszem, hogy Nielsen nélkül Morales nagyon jól játszott, de Nielsen nélkül egy ilyen párharcot megnyerni, már bocsánat, hogy azt mondom, hogy nélküle, hát de a háromból semmi az elején. Tehát, hogy Nielsen-t azt hiszem 4-0 lett a vége. Mikor láttunk tőle ilyet? Na gyerekek, át kell térnünk a többi meccsre. Nyilván a Barca-Brestet engedjük el szerintem, arról túl sok szót nem érdemes ejtenünk. Hát a játékvezetés. Én igen, meg azt mondanám még, hogy az első meccsen tisztességesen helytállt a Brest, és ugye igazolta, hogy először volt itt a 8 között, hogy itt akár lehet helye is. És hogy Vajlupov valamikor majd továbbáll, nagyon jól jár az a csapat valószínűleg, ahová szerződik. Nekem a legkomolyabb meglepetés, valamilyen szinten meglepetés, de abszolút megérdemelt az Aalborg, hogy oda jutott, és az évajukból szintén már feltegették az ottani speakerek is a Sport TV, hogy és még messze a vége. Hát most fogják megerősíteni ezt a csapatot, igen. Tehát ugye az AG Köbenhávön volt a nagy dán sztárcsapat, és csak ők jutottak be korábban Final Four-ba a dán színekben, és ez sikerült az Aalborgnak. Bár hozzáteszem, ezt is kiemelte a Pásztor Pista, hogy ők vásároltak be utoljára ennyire, és mi lett a vége, igen. Ugye? Tudjuk. Na, egy milliárdos még... tulaj van itt, igen. Ha jól tudom. Tehát... Ott meg egy gyémánt kereskedő volt a Köbenhávennél annak idején, aki gondolom, hogy gyémántban fizetett a játékosoknak is, megért, de az nem ért. Gondolom, nem Szegeden ért. Meg szalámiban fizetnek. Nyilvánvaló, képzeld el. 100 000 euró szalámiban az olyan. Egyébként akkor itt elmesélem, hogy hallottam a magyar labdarúgó bundáról, ahol állítólag libamájban fizették ki, és tele volt egy régi típusú ladának a csomagtartó libamája. A Lékainak üzenem, hogyha telefont kapott, adhat le egy párat ide, vagy kuponkódot. Na jó, ne. Szóval most egyelőre azért ez nem egy olyan extra csapat összevásárolva, hanem mondjuk, hogyha nem lett volna ez a világbajnokság, akkor mit mondanánk Kláról és Sanderről, a két svéd játékosról, aki kint a jobb lövő irányító poszton játszik ebben az Aalborgban? Hát azt mondanánk, hogy jó, hát svédek, de kik? Hát nem voltak meghatározó játékosok. Most a világbajnokságon már nagyon jók voltak. Ami nagyon furcsa volt, vagyis hát így alakult, hogy mind a két csapatnál összesen 4 játékos játszott a
külső három poszton. Én nem tudom Johannessennel mi van, de biztos, hogy nem egészséges, vagy valami probléma van körülötte, mert egyébként kellett volna, hogy játszon támadásban, hát ő azért egy extra klasszis, hogyha top formában van. Egyébként ugye szerintem a párharc szempontjában meghatározó volt az első meccsen Rőt kiesése, térsérülése. A második mérkőzésen is már a vége felé iszonyatosan fáradt volt, ebből is adódóan, amit említettél. Ő azért meghatározó volt. Az, hogy meg az jutott eszem, hogy a három végül is több, mint az egy. Ugye ennyi fél időt sikeresen vett az Aalborg, 4-ből 3-at, a Flensburgnak egy fél ideje volt, de majdnem elég lett. Igen, egyébként az első fél idő 29. percében védett először a Flensburg kapusa. És a másik félidőben meg tök jól védett Bergerud, de előtte nem volt kapus teljesítmény. Érdekes, hogy mindkét meccs elhangzott, hogy a Flensburg is, meg a Westrum is jobb csapat, de hát látjuk, hogy... Igen, egyébként hozzáteszem, hogy itt ez egy gólos meccs volt. Vitatkoznék. Tehát a Flensburg alapból szerintem ennél az Aalborgnál jobb csapat. Igen. Csak ugye ez a tipikus Bundesliga betegség tavasszal, hogy el szoktak fáradni. Szerintem most ez a Flensburgon abszolút érezhető volt. Egyébként ezt kell kiemelni, ez a német bajnokság meggyötri hát gyakorlatilag meg a játékosokat a végére. Sérült volt, hogy Peterson nem is tudott beállni ezen a mérkőzésen. Kevés játékossal is játszottak, a Flensburg jobb csapat. Az, hogy ez a Veszprém ebben a szezonban jobb csapat lenne, mint a Nant, ebben nem vagyok hát biztos. Az az igazság, hogy én egy pillanatig nem éreztem még visszatérve a Veszprémben ebben a szezonban, hogy ebből lehet BL győzelem, sajnos. Igen. Bocsánat, ehhez a mérkőzéshez, az utolsó támadás, ugye volt előtte egy szabad dobás, amit nem vettek el, tehát azt mondom, egy gólos meccs volt, és volt egy szabad dobás, amit nem végeztek el, nem vették el, és utána lőtt egy gólt az Aalborg, Klár révén, és én elsőre észre se vettem, hogy nem ütötte el a labdát az ember. Tehát lépett 6-ot, ha jól számoltam. És ezt adták meg. Igen, a Bonaventura testvéreket magasztalni szokták. Most nem kellett. Én szerintem olyan nagyon ezen a meccsen nem lehetett, mert volt olyan, hogy egy percen belül két teljesen azonos helyzetben eltérőt ítéltek. Tehát az egyiknél belemelés volt, a másikon pedig kettő perc és... Igen, ettől függetlenül viszont nem érdemtelenül jutottak tovább. Az tény, hogy ezt a végén elemezni lehetett, meg kell is. És akkor gyorsan térjünk át még a másik német csapatra. Hát a PSG is elintézte, hogy ne legyen ugye német résztvevője a Final Four-nak a Kiel ellenében. 34-28 lett ugye a PSG-nek, és végül 63-59-es összesítése jutott tovább a francia csapat a Kielben. Ennyi volt? Nagyon érdekes volt. Borsos Attila beszélt arról, hogy szerinte az első meccset Raúl González elrontotta azzal, hogy sok volt a nyitott. Igen. Most én szerintem a nyitott hozta meg ezen a mérkőzésen a sikert nekik, mégpedig azért, mert a nyitottjuk miatt váltott 7-6-ra a Kiel, mert nem tudott ellene rendesen játszani, a 7-6-tal beszorították a falat, és a 7-6 ellen viszont nagyon jól védekezett a PSG, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag 4 darab 3-as védője volt egyszerre a pályán. Tehát Virám Orosz például baloldali kettest védekezett, tehát azt találták ki, hogy a beállók elleni védekezésnél 4 darab 3-as védőt szerepeltetnek, és ott megvan az a fizikum, amivel meg is tudják fogni. Ráadásul ugye azért nem volt teljesen logikus Ihának ez a lépése, mert Vincsek kiesett, tehát igazából egy beállója volt, a 7-6-ban pedig 2 beálló kell. Duvnyák futott be legtöbbször második beállónak. Szinte. Igen. Szóval szerintem taktikailag nagyon érdekes volt, de azt érdemes kiemelni, amit te mondtál, hogy Mikkel Hansen nélkül. Az 55. percben volt először pályán Mikkel Hansen. Ki emlékszik erre, hogy Prandi így játszott volna egy ilyen meccsen? Elképesztő volt, az első pillanattól kezdve megállíthatatlan volt. Ráadásul ugye Landin nem nagyon találkozott a labdával, a végén voltak zicser védései, amiből még vissza is jöhetett volna akár a Kiel. Hozzáteszem, hogy néztem az első félidőben, hogy mondom, Szagolszem milyen cukin viselkedik, egy szava nincsen, Remélé egyszer megpróbált beleállni, elsétált onnan. Tehát, hogy egyébként ők ketten valószínűleg nem lehettek olyan nagyon jóban a párizsi öltözőben, ez jött le nekem ezen a mérkőzésen. De aztán pedig végén... tudták, hogy érdemes provokálni. Igen, ez jutott még eszembe. És a végén meg az, hogy valószínűleg nem egy agysebész találkozóra igyekezett előadónak Szagolszem, de milyen nyelven reklamálhatott. Tehát, hogyha te mondjuk ilyen szituációba kerülsz, akkor nem magyarul mondasz valami cifrát esetleg, és azt érti a spanyol játékvezető? Nem. Tehát ő nem norvégul mondott valamit, hanem gondolom, hogy nem tudom, franciául, németül, angolul. Tehát úgy érezte, hogy ezt tudnia kell a játékvezetőknek, vagy ismernie kell a gondolatait a játékvezetőknek. Persze, hogyha akarom, meghallom, ha akarom, nem. Tehát ilyen helyzet is előállt, de én sem éreztem akkora bírói nyomást, hibákat igen.
És itt is voltak hibák. Na de az, hogy egy lerohanásnál szerzett labdánál visszahúzod az ellenfelet, ezzel átadod a lehetőséget nekik, majd utána kapsz 2 percet, és még reklamálsz, és arra még 2 percet, na ez az, amit nem engedhet meg egy játékost sem magának. Igen. Nagyon elment az idő, pedig szóba akartam azt is hozni, de akkor majd erről tudunk beszélni később, hogy sokan kritikaként azt írják, hogy a magyar bajnokságban nem igazán tud fejlődni sem a Szeged, sem a Veszprém, főleg az idei férfi bajnokság, látva most Tatabánya is ilyen ifi csapattal játszott most a Szeged ellen. De akkor meg a német bajnokság meg lehet, hogy túl sok, tehát valószínűleg a kettő között van, mert német... A dána jó. Igen. Vagy a francia. A francia az elég jónak tűnik. De most akkor jöjjenek a lányok, ahol viszont izgalmasabb lehet még a bajnoki hajrá is, hiszen ott ez a kétpolusú dolog a Debrecennek a feljövetelével azért lehet, hogy majd a közeljövőben akár meg is változhat, de már most is izgalmasabb a női bajnokság, mint a férfi, és hát nagyon izgalmas volt a Magyar Kupa, és hát nagyon izgalmasak voltak az utózöngéi a Danyi távozásának, hiszen kikerte magának Danyi Gábor szerintem teljesen jogosan, hogy miért lenne ő bukott edző, mert hogy tényleg már egy kicsit ezt sugalták a hírek az ő meglátása szerint, úgyhogy most van 3 percetek körülbelül, hogy mindenről beszéltek, a Magyar Kupáról, a Danyiról, lesz az. A Debrecenről, a Kudor Kittiről, a Köszner Vili bácsiról. Hát ha tudsz, akkor állítsál majd le minket. Az az igazság, hogy ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy itt a Magyar Kupán már kapunk egyfelől választ arra, hogy az edzőváltás az hozott eredményt. Az mindenképpen változás volt, hogy ahogyan arra lehetett is számítani, Ambros Mártin a védekezésre helyezte a hangsúlyt, bele is nyúlt a védekezésbe, ugye Oftedál a meccsek elején fönt volt, és nem csak a padról érkezett a lerohanásokhoz, és akkor az első meccsen Christiansen játszott a túloldali, a padtól távolabbi kettes pozícióban, és Enze Minkó volt a jobboldali kettes, aztán a döntőben a Debrecen ellen, mert ott ő vele kezdett, Ambros Mártin, tehát hogy ez mindenképpen változtatás volt, de egyébként ami feltűnő volt, hogy Oftedál mennyire jól játszott a Fradi elleni mérkőzésen, és hogy ha Oftedál így játszik, akkor nincs csapat szerintem, amely az ő csapatát legyőzni. A döntőben már nem volt annyira jó, valószínűleg a comb problémái miatt, amelyekre egy kötés utalt, és az szorosabb is lett az első fél idő különösképpen. Igen, hát mondjuk Amorim várható volt, hogy nagyobb szerepet kap Ambros Mártinnál. Ő mondjuk a Fradi elleni bajnoki mérkőzésen sokat volt a pályán, de akkor azért, mert Edvis megsérült. Most abszolút tudatosan épített rá Ambros, mondjuk Edvis be is tudott szállni, ami ugye az egyik oldalon ez volt a meglepetés, a másikon pedig, hogy Csiszár Szekeres végig védekezett, holott ugye volt egy kisebb sérülés, és azt lehetett hallani, hogy nem fog. Az biztos, hogy Bölk ellen sokkal jobban védekezett, a középső területeken az átlövéseket nem engedte, sáncolt, illetve sokkal jobban lépett ki most a győri védelem. Ugye ennek az eredménye az lett, hogy 25 gólt kaptak. Danyi Gáborral 8 meccset játszott a Fradi ellen, BL-ben, kupában, bajnokságban, összesen a Győr, és 27 volt a legkevesebb kapott góljuk, és 30 az átlaguk. Tehát azt lehet mondani, hogy Ambros Márti itt a védekezésben abszolút bele tudott nyúlni ebbe. Ami a támadójátékot illeti, a bajnokin nagyon könnyedén meg tudták oldani Oftedál semlegesítését a Fradi játékosok, meg azt, hogy a beállóval a 2-2-je működjön. Na de mit csinált Ambros Mártin, amit egyébként ezerszer hallottam tőle még akkor, amikor jártam a mérkőzéseikre, sőt edzésekre is, hogy az elején szélekről próbáltak befejezni. Sokkal szélesebbre tette a lövőket is, és széthúzta az ellenfél védelmét. És amikor van egy kicsi terület, akkor Oftedált nem fogja senki megfogni. Tehát ezek már nagyon érezhető belenyúlásai voltak Ambros Mártinnak, és akkor ugye nekem szoktak lenni veszőparipáim, annyi veszőparipám van, hogy egyszerre nagyon nehéz mindent megülni, de Fodor Csengéről beszélnék, aki szerintem a Final Four legjobb szélsője volt. Nagyjából 45 percet volt a pályán a két meccsen, 6-6-ot lőtt, és a többi szélsővel összehasonlítva is technikailag olyan dolgokat mutatott, amiket nem nagyon szokhattunk meg. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ő alkalmas lenne a válogatottságra. Őt is követeled, mint a Tomorit? Nem követelem, hanem tényleg én azt látom benne. A bajnoki mérkőzésen is egyébként ott a rövid sarokra pörgetett labdája, itt most rögtön talán az első vagy második gólja a Fradi ellen, ez az estében fejfölé húzott labda, ami technikailag olyan, amit nem nagyon szoktunk meg egyáltalán a női szélsőktől szerintem, és a magyar szélsők pedig igyekeznek inkább csak a
szögnek a szélesítésével, vagy nagyobbításával befejezni az akciókat, ő pedig extrákat is bevállal. Még egy-két gondolat eszembe jutott, Amorimot látva például, az a mosolygós Amorim nem nagyon jelenik meg mostanában a mérkőzéseken, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, nem tudom, hogy van-e különösebb jelentősége. Pedig őt szinte az életemben nem láttam előtte nem mosolyogni. Igen, igen. Tehát, hogy nem ez a jellemző. Ő egy annyira jó jelenség szerintem pályán kívül, pályán belül, ami magával tudja ragadni nyilván még akár a nem győr szurkolókat is. Glozer védett a döntőben, és szerintem jól védett. Tehát, hogy ő azért régen volt pályán. Hansen is nagyobb szerepet kapott. Nagyobb szerepet kap, és ráfért a csapatra. Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy Kovács Anna döntőben 12 gólt szerzett a Győr ellen. Lehet azt mondani, hogy bejelentkezett a válogatottságra, de azt nem tudom, hogy így kell-e vagy napon. Na most akkor itt álljunk egy pillanatra. Értem, meg logikus is, amit mondasz, de el tudod képzelni, hogy mondjuk... Nem. Tekintsünk el attól, hogy ki a szövetségi kapitány, mi történt Kovács Annával az elmúlt pár évben, meg mindentől, hogy két védekezni kevésbé tudó játékos szerepel ugyanazon a poszton? Nem. Tehát, hogy ez egy nagy probléma a Kluiber és Kovács összevetésében, mert ugyan bent hagyták védekezni a túloldalon is Kovács Annát, de azért onnan kaptak gólokat. Nem volt olyan nagyon szörnyű a helyzet, de hogyha valahol sebezhető volt a Debrecen védekezés az első félidőben, az ő pozíciója. Igen, de ő volt. Azért mondjuk... Nem tudom, tehát végülis Kluiber is rendszeresen védekezik, de annyit hozzátennék, hogy azért Oftedal pályánhagyása szerintem nem a védekezés erősségét szolgálta, hanem a támadójáték. Hogyne, de ő egyébként mondjuk a norvég válogatottban is fönt van egy csomószor, kettesben. De nem véletlen, hogy Kovács Anna 12-t lőtt, mert Oftedallal szemben játszva lőtt nagyon sokat, mert nagyon érdekes volt, hogy Oftedalt Ambrose Martin akkor is fennhagyta, amikor a pattól távolabb játszott, igen, de volt, akkor próbálta cserélni. Baloldali kettesben. Hát azért lesz érdekes, hogy fejtegeted a Debrecen játékát, meg játékosát, mert ugye erről is szerettünk volna hosszan beszélni, most nyilván nem fogunk a Fradi Debrecen, illetve bocsánat, Debrecen Fradi, ha jól tudom, szombaton, igen. Azért az pozitív a bajnokságról. Bár ugye Elek Gábor akkor emlékeztek, mondta, hogy ők akkor kezdtek el komolyabb meccseket játszani, amikor Debrecennel találkoztak és megizzadtak a Népligetben. Most azért már meccsben vannak jobban, majd meglátjuk. És lesznek nézők Debrecenben, nem igen. Tudom mennyien, de azért az forró. Mindig. Igen, azért szerintem azt el lehet mondani, hogy Kudor Kitti elég jól felpörgette a csapatot, hogy taktikailag mennyit változtatott, tehát nyilván nem olyan nagyon sokat a Köszner. Most már lehet, hogy a Szilágyi Zoltán érkezését, ha nem korábban jelentik be, és azt nem a Szilágyi ellen mondom, hanem egyszerűen a Kudor mellett, akkor elgondolkodnának azon, hogy mi van akkor, hogyha ő viszi tovább ezt a csapatot. Csak ugye az egy tavaly eldőlt dolog volt, hogy a Köszner visszavonul és jön a Szilágyi. Ő meg most debütál gyakorlatilag a háttérből, teljesen szerényen, fazonja van az egésznek. Egyáltalán szerintem egy ilyen hosszú távon azért ő belőle egy elég komoly edző válhat, aminek szerintem örüljünk, hogy végre kidugta valaki a fejét. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye alapvetően a DVSC harmadik csapatát az IFI másodosztályban irányítja, aztán szerintem most bebizonyosodott, hogy ennél többre hivatott. Hogy mennyi lehetősége lesz, az egy kérdés. De ha már itt Kovács Anna 12-t lőtt, megemlíteném, hogy a bajnokságban Kis Nikoletta és Affenthaler Sára, tehát két balkezes lövő lőtte a legtöbb gólt akcióból, Bölkön kívül neki. A Győrnek. Uh-huh. Tehát, és ez már nem véletlen szerintem. Úgyhogy arra nem árt figyelni Ambrose Martinnak meg a Győrnek a Final Four előtt, hogy az ellenfeleknek lesznek elég jó balkezes lövői. Igen, például Anna Gross. Például. És akkor a Danyi ügyről még egy mondat. Igen, azt figyeltem én meg itt a mérkőzés végén. Ugye Danyi Gábornak volt egy sok érdekes mondata, de volt köztük egy olyan, ami az Ambrose Martinnal való kapcsolatára utalt. Azt mondta, hogy nem kereste őt, és nem is tervezi. Ami szerintem magában foglalja a kettejük kapcsolatának pillanatnyi állapotát. Miközben végén, pár héttel ezelőtt azért ezt tegyük hozzá, igen. Hogy ott volt az edzésein, mint kiderült. Tehát kiderült az, hogy amit itt fejtegettünk. Igen, illetve az is kiderült, hogy összejártak kvázi, hát nyilván beszélgettek arról, hiszen ő veszi át a karmesteri pálcát, ő tudta, hogy megy Siófokra, tehát nincs ebben szerintem semmi, főleg dolgoztak előtte együtt, de utána, amit te fejtegette az előző műsorban, az azért az továbbra is egy emberi furcsaság lehetett, hogy hirtelen meg beült a székébe, úgyhogy... És ugye azt figyeltem, az elején nem láttam, amikor találkozott Elek Gábor és Ambrose Martin, akik dolgoztak együtt a válogatottnál, és mindig ment az ölelkezés. Itt a végén Elek Gábor rá se nézett Ambrose Martin, aki próbált ilyen mosolyogva, barátságosan közeledni, és úgy ment el mellette, hogy gyakorlatilag semmibe vette, azon kívül, hogy persze a készfogás sportszerűen megvolt. Tehát én ezt is egyfajta jelként érzékeltem. Mert az Elekben egy becsület megvan szerintem. Az látszott abból is, amikor nem azt mondta, hogy mekkora nagy edző vagyok, amikor elkapta a Fradi a Győrt, hanem azt mondta, hogy nem értek a nőkhöz.
Tehát a betyárbecsület megvan az elekbe, és valószínűleg ezt akart éreztetni, ha ezt jól láttad. Igen, de még a döntő után Kudor Kittinél is hasonlót láttam, hogy Ambrose Martin úgy ment oda, hogy elismerőleg megtapsolta a debreceni edző teljesítményét és a Debrecen teljesítményét, és Kudor meg ugyanígy teljesen mosolytalanul a gratuláció után elment mellette, tehát olyan egy kicsit, mintha a magyar edzőtársadalomban terjedne a hír arról, hogy ez nagyon nem volt fair Ambrose Martin részéről. Cáfolják meg egyébként, hogyha nem így volt, akik igen. tudják. Még arra lennék nagyon kíváncsi egyébként, hogy Ambrose Martin mit szólt azokhoz a játékosokhoz, akikkel a következő szezonban együtt kell dolgoznia, Despotovichoz, aki gyengé játszott, Satsulhoz, aki gyengé játszott, és Háfrához, aki mondjuk nem játszott gyengén, de ő sem nyújtott extrát. Nem biztos, hogy megnyugodott a jövő évi keretet illetően. És még azt mondanám el, hogy a Debrecen a 7. helyen áll a bajnokságban, viszont ha a Fradit megverné, még odaérhetne akár a dobogóra is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes meccs lesz. A mai Vaxot, amikor felvettük, az pénteken délelőtt volt. Ha esetleg délután a Davis-t menesztik, amit most vagyok őszintén nem számítunk erre. Hogy, nem, hogy hát hirtelen... azért közel van a bajnoki döntő. Hát oké, csak mert már fejtegették ezt is a szurkolók, hogy lemérik, hogy itt is tökösek lesznek, mint Győrbe. Párra írták ezt. Nem tudom, ez mennyire volt tökös Győrben. De ettől függetlenül, hogy ha esetleg a Davis délután menesztik, akkor sorry, de nem tudtuk. De legközelebb bárkit menesztem, csak csütörtökön szabad, ezt már megbeszéltük, kedves betetők. Meccs előtt. Így van, meccs előtt. Igen, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.